szakmai, nyílt napot tartott Dombóváron a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Eszterházy Miklós Technikum Szakképzőiskola és Kollégium. Az ide látogató 7-es és 8-os gyerekek tanműhelyeknél próbálták ki a különböző ágazatok tevékenységeit. Rekordszámú látogató volt a programon, mondta Bükösdi Olga, igazgató. 220 általános iskolás jelent meg ezen a rendezvényen. Szakcs, Kocsola, Mágocs, Vásárosdombó, Kaposzekcső, a két dombovári általános iskola, tehát tulajdonképpen idén mindenhonnan elhozták a tanulókat ide, minden általános iskola megjelent, sőt, ovisok is vannak, van nekik is vetélkedő, tehát igyekszünk ezt egy olyan nagy rendezvényé alakítani, ami a város életében is egy komoly színfolt lehet. A rendezvényen többek között az építőipari, faipari, gépészeti és a szépészeti ágazat szakmáit is megtekintették az érdeklődők, mondta az igazgató. Igyekszünk nagyon-nagyon széles spektrumot mutatni a gyerekeknek, és igyekszünk a nagyon-nagyon jó tanulóknak is lehetőséget adni, és azoknak is, akik egy kicsit lassabban érnek be arra, hogy középiskolások legyenek, nekik ajánljuk az orientációs osztályunkat. A fodrász tanműhelynél a látogatóknak új frizurát készítettek. Azért választottam igazából ezt a szakmát, mert itt ki lehet élni a kreativitásodat is, és én nagyon imádtam mindig hajakat csinálni, úgy kiskorom óta megszállottságom volt az, hogy hajakat csináljak. Az iskola a jövőben is tervezi megtartani az eseményt.